Csicsmann László közel-kelet szakértő, egyetemi tanára, vendégem, jó estét! Jó estét kívánok! Ott hagytuk abba Tálas Péterrel, hogy kivel lehet majd megteremteni ezt a stabilitást utána Gázában. Egy amerikai, összehívtak újságírókat, külföldi újságírókat most az izraeli hatóságok, és bemutattak nekik egészen borzalmas videókat, amiket nem is tudtak bemutatni, mert egyszerűen nem bírja el a televízió képernyő. Szörnyű részleteket meséltek el erről, lépjenek rá a civilek fejére, fejezik, ezzel indították el a Hamas terroristákat. Ön mit gondol, hogy ezzel a Hamasszal, meg ilyen brutális, ilyen kemény üzeneteket fogalmaz meg, lehet boldogulni, lehet velük tárgyalni, megállapodni? Hát, ugye Izrael közvetlenül sosem tárgyalt, hiszen egy terrorszervezetnek tartja, viszont azért azt gondolom, hogy úgy tűnt az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy a Hamas képes valamilyen formában integrálódni, hát ez nem úgy tűnik, és ugye mi itt a nyugati világban azt gondoljuk a Hamasról, hogy ez egy egységes szervezet, holott valójában különféle szárnyai vannak, és most valószínűsíthetően a katonai szárnynak a radikálisabb vonala dominálja az eseményeket. Én szerintem az a nagyobb probléma, hogy a Hamas mellett az alternatív szervezetek jelenleg a gázövezetben, azok még radikálisabbak sok esetben. Egyrészt van az iszlám dzsihád, amely egy régebb óta ott lévő szervezet, valamint úgynevezett szalafista dzsihadista szervezetek, amelyek már a 2000-es években azzal bírálták egyébként a Hamaszt, hogy ez túlzottan pragmatikus az Izraellel szembeni fellépése kapcsán. Tehát, hogy nagyon nehéz politikai szereplőt találni, aki tulajdonképpen tárgyalóképes Izrael állammal, és ugye azt lássuk be, hogy egy ottani gázai polgár, egy mai fiatal számára, hiszen a lakosság nagy része ugye fiatalkorú, igazából nem nagyon volt más alternatíva az elmúlt két évtizedben, mint hogy azt hallotta, hogy lesz kétállamos megoldás, és egyébként a Hamas a Hamas uralta ezt a területet. Tehát nagyon nehéz megtalálni, és hát elhangzott itt a palesztin hatóság és Mahmúd Abbász, de valóban az a probléma, mint lehetőség, hogy politikailag egyesíteni lényegében a nyugati partot és a gázövezetet. Legyünk őszinték, ez Izraelnek nem volt eddig érdeke, hiszen a megosztottság bizonyos szempontból szolgálta Izrael államnak az érdekeit, másrészt meg egy olyan hatóság, amely jelenleg a nyugati partot sem képes megfelelően uralni, akkor ott mindenképpen egy új vezető vagy egy új vezető elitben kellene gondolkodni, akik egyébként vannak a palesztin hatóságon vagy a Fatahon belül olyan szereplők, akik átvehetnék Mahmúd Abbasznak a helyét, de hát ez nem megy egyik napról a másikra. Kinek kell belépnie ebbe a tárgyalási folyamatba ahhoz, hogy jöhessen egy megtisztulás, jöhessenek új, még eddig nem kompromitálódott arcok? Hát én azt gondolom, mindenképpen ez egyrészt kívülről az arab országoknak is segíteni kell. Szaúd-Arábia mondjuk? Hát az volt a várakozás 2020-ban, mikor az első Ábrahám megállapodást Izrael aláírt az Egyesült Arab Emírségekkel és Bahreinnel, hogy valamilyen formában ez a két állam majd szerepet fog abban játszani, hogy egy új vezetést. Vannak nevek is, például Mohamed Daklan, aki korábban egyébként a Fatah részéről 2007-ben a Hamasnak a Gázából való kiűzésében, hát az volt a feladata, de ez sikertelen volt. Tehát vannak konkrét nevek, akiket potenciális lehetőségként említünk, de hát azért ez mire keresztül megy, én azt gondolom, ez nem két nap. És egy másik kérdés, hogy lesz-e legitimitásuk valójában a gázövezetben, mert azt látni kell, hogy az elmúlt évtizedekben a Fatahnak nem nagyon volt legitimitása. Igaz, a Hamasnak sem a nyugati parton, de hát felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet akkor továbbvinni ezt a területen. A Fatah ugye több arcú szervezet Gázában, amellett, hogy egy harcias, tehát akik ölnek, gyilkolnak, amellett azért óvodákat, kórházakat üzemeltetnek, tehát ki vannak szolgáltatva a lakosok a Hamasnak, tehát az teljesen egyértelmű az ő. A Hezbollah, hogyha Iránt is bekapcsoljuk ide, a Hezbollah bármilyen szinten szerepet vállalhat ebben a konfliktusban? Hát már most is szereplője bizonyos szempontból. Egyelőre azt látjuk, hogy korlátozott konfliktus van Izrael állam és a Hezbollah között, de véleményem szerint, hogyha ezt összehasonlítjuk a 2006-os esztendővel, amikor egy széles körű Hezbollah támadás érte el Izraelt, hogy ez a helyzet nem áll fenn jelen pillanatban, mert a Hezbollah nem olyan erős jelenleg politikailag Libanonban, mint 2006-ban, rakétái vannak szép számmal egyébként, és jóval nagyobb hadereje van, mint a Hamasznak. 150-200 ezer közé teszik a rakéták számát. De én azt gondolom, hogy az a Hezbollahra mindenképpen visszaütne, hogyha Izrael állam Dél-Libanon területét mondjuk szétbombázná, az infrastruktúrának ártana, ez a Hezbollah támogatottságára ütne vissza. De ugye azt szoktuk mondani, hogy ezeket a szervezeteket az ideológia erőteljesen dominálja, mint ahogy a Hamaszt is. Tehát valahogy a Hamasz vezetés is eljutott ahhoz a döntéshez, hogy ezt a merényletet hajtsák végre Izraelben. Tehát eljöhet egy olyan helyzet, esetleg egy olyan eszkaláció, melyben a Hezbollah így dönt, de azt gondolom, hogy a jelenlegi eseményeket figyelembe véve én ezt nem tartom valószínűsíthetőnek, még akkor is, hogyha esetleg Irán nyomás gyakorol erre a szervezetre. Ez azért alapvetően egyre inkább egy libanoni szervezetté vált az elmúlt években, amelynek nyilván az ideológiai alapját Irán adja a háttérből. Az elképzelhető, hogy ők nyissanak egy északi frontot, hogy lekössenek izraeli erőket annak érdekében, hogy Gázára kisebb figyelem jusson? Én azt gondolom, hogy egyrészt erre Izrael felkészült az elmúlt napokban, nem véletlenül, tehát nem lehet semmit sem a véletlenre bízni, ezért északi irányból is az izraeli hadsereg készen áll ennek a fenntartására. Én sokkal inkább nekem a nagyobb félelem, kérdőjelek a szíriai oldalon vannak, amiről nem nagyon hallunk jelen pillanatban, az ugye Oroszország kezén van, ugye Golán fennsíkot, ami a határ, ezt Izrael állam annektálta, de hát ettől innen jöhet esetleg támadás, illetve a másik magának a nyugati partnak a kérdése, ahol viszont az elmúlt hetekben, hónapokban több ízben láttunk összecsapást izraeli terepesek és palesztinok között, tehát hogy nehogy ez az oldal eszkalálódjon esetleg, ez sem a palesztinoknak, sem az izraeli oldalnak nem lenne jó. Azok az országok, amelyeknek javult a kapcsolata Izraellel az elmúlt években, Bahrein, Marokkó, Egyesült Arab Emírségek, ők beléphetnek bármiféle olyan partnerként, aki a béke felé irányítja ezt a folyamatot? Hát nyilván jelentős szerepüknek kell, hogy legyen. Azt gondolom, hogy jelenleg az a nehéz, hogy az arab világ több városában is komoly tüntetések vannak. Tehát egyszerre két irányba kell megfelelni. Az az érdekük, hogy fennmaradjanak az Ábrahám megállapodások az arab országoknak is. A másik oldalon ugyanakkor az utca emberét is valahogy el kell hallgattatni. Például nem említettük Jordániát, de ugye 94 óta van békeszerződése Izraellel. Hétvégén volt ez a kairói csúcs, ahol a jordán király egy elég drámai beszédet tartott a palesztin áldozatokról, miközben azért tudjuk pontosan, hogy a jordán állam az alapvetően azért Izrael mellett van ebben a kérdésben, és nem nagyon szeretné a Hamaszt Jordánia területén látni, de mégis a lakosság fele ugye palesztin származású, és bármilyen belpolitikai eszkaláció, az visszaüthet. Tehát, hogy erre is oda kell figyelni, és nyilván egy tanulsága biztos, hogy van ennek a mostani konfliktusnak, hogy ezek az arab államok, mint az Emírségek vagy Bahrein nem függetleníthetik az Izraellel való kapcsolatukat a palesztin kérdéstől jelen pillanatban. Csicsmann László, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen a meghívást.